Úristen. Hol vagyok? Úristen. Hogy kerültem ide? A sivatagba vagyok. Valami szörnyű dolgot álmodtam. Nem emlékszem szinte semmire. Csak erre az álomra. Ott egy autó, megnézem. Hát, ha be tudok menni vele a városba. Ez olyan, mintha itt állna már hetek óta. Szörnyű álmom volt. Olyan volt, mintha minden ember megváltozott volna egy szempillantás alatt. Utána megjött az a robbanás. Nagyon szomjas vagyok, éhes. Ott egy ember. Uram! 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 Úristen! Úristen! Úristen, akkor nem álom volt? Jézus Mária. Úristen, akkor ez nem álom volt. Akkor nem volt álom. Ez az egész. És a robbanás sem. Ezek tényleg bevetettek atombombát is? Áú. Úristen, hova kerültem? Ez nem lehet valóság. Ez nem lehet valóság. Na mégiscsak az. Valahogy... Valahogy túl kellene élnem itt kint. Nem merek a város közelébe menni, hogyha mindenki így néz ki. De valaki csak életben maradt. Ruhadarab. Mi van nálam, gyerekek? Van nálam egy konzerv, egy kis víz. Meg egy kötszer és egy fákja. Kellene fabrikálnom magamnak szerszámot. Ez nem lehet valóság, gyerekek, ami itt történik. Uramisten, még magamban is beszélek. Még magamban is beszélek. Ó! Van itt víz. Van itt egy vízfelület. Ott van az az ember. Nem tudom, mi történt vele. Ott van még egy ilyen ember. Talán ő nem beteg?
De ő is beteg. Talán csak én maradtam egyedül ezen a földön. Madárfészek, tojás. Valahogy meg kellene próbálnom életben maradni. Valahogy meg kellene próbálnom életben maradni. Néztem régebben egy ilyen sorozatot. Amikor egy fickó életben maradt a sivatagba. Talán nekem is mehet. A legfontosabb, hogy legyenek szerszámaim. Gyerekek! Ott is van egy olyan ember, nem hiszem el. Én nem vagyok biztonságban sehol most már. Ezek kijöttek a sivatagba, lehet, hogy fertőzőek. Mi van, hogyha én is megfertőződöm? Gyártok magamnak egy ilyen hálózsákot. Aztán akkor tudok aludni éjszaka talán, bár én nem tudom, hogy mennyire biztonságos éjszaka kint. Ettől nagyon félek. Leterítem itt a fa alatt. Itt fogok éjszakázni. Itt egy kicsit hűvösebb is van. Ott az az ember, és észrevett. Úristen. Valamit kell ezekkel csinálnom. Valamit kell ezekkel csinálnom. Csinálok magamnak valamilyen szerszámot, amivel meg tudok vele küzdeni. Nem merek puszta kézzel hozzáérni. Félek, hogy elkapnék valamit. Igen, követ kell szereznem. Köveket kell szereznem, gyerekek. Ebbe a sivatagba. Rendben, csináltam egy baltát magamnak. Ezzel talán megpróbálják neki venni. És követ üldöz. Nem leszek biztonságban. Úristen. Úristen. Isten, bocsássa meg nekem ezt, de meg kell tennem. Jézus Úristen. Bocsáss meg. Bocsáss meg, de meg kell tennem. Te már nem ember vagy. Te már nem ember vagy. Sajnálom. Hajj már meg! Úristen. Jézus Mária, mit tettem? Úristen. Úristen. Békep uraidra. Én is lehetnék egy közületek. Kellene valamilyen ruhát. Valami ruhát készítenem magamnak. Mert sivatagban az éjszaka az nagyon hideg tud lenni. Még soha nem öltem embert. Bár ez nem ember volt. Készítek magamnak ruhákat.
Talán meg is véd egy picit. Jól van. Ezt talán megvédek kicsit. A hideg ellen is. Viszont kellene készítenem valamilyen komolyabb szerszámot, hogyha megtámadnak, akkor éljek túl. Valami fegyvert. Mondjuk egy bunkós botot. Ezzel talán nagyobb esélyem lesz egy kicsit. Vagy tudjátok mit? Na miért beszélek magamba? Láttam régebben egy filmet. Úristen. Isten bocsássa meg nekem ezt. Ráadásul egy nő. Egy dolog vigasztal, hogy ezek már nem emberek. Nagyon félek az éjszakától itt a fa alatt, hogy fogom túlélni. Egy szemétbe turkáló, lehet, hogy utolsó túlélő vagyok a Földön. De az atomot csak ledobta valaki. Valahogy kellene. Mégiscsak egy faluba bemennem. Vagy egy városba is. Szereznem egy rádiót. Igen, arra gondoltam, srácok, hogy... Úristen, be magamba beszélek. Igen. Láttam régen egy filmet, ahol egy repülőszerencsétlenségbe lezuhant férfi volt. És egy labdát fabrikált magának, és azzal beszélgetett. Lehet, hogy én is így leszek. Félek ezektől. Készítettek nyilakat. Kevés a kövem. Követ kellene szereznem, hogy tudjak nyilakot csinálni az íjamhoz. Követ kell szereznem, srácok. Muszáj magamba beszélnem, majd beleőrülök ebbe a helyzetbe. Így nagyon nehéz lesz. Így összeszednem annyi követ. Talán megpróbálhatnék szétverni egy ilyen nagyobbat. Igen. Ez az. Ez az. Ó! Eltörött a szerszámom. Javítsuk meg. Ez az. Követ kell, rengeteg követ. És úgy látom, hogy... Van ez a rozsdás színű... Anyag. Van ez a rozsdás színű anyag is benne, ez talán vasért. Elrakom, később még jól jöhet.
Soha nem hittem, hogy én ilyen helyzetben leszek valaha is. Gyűjtögetek gyerekek össze mindent. Szükségem lehet rá. Fát is szerek. Az is kell a nyílvesszőhöz. Tudtam csinálni 13 nyílvesszőt magamnak. Van ilyen gyümölcsöm, vajon ez lehető? Megkóstolom. Igen. Sőt, még a szomjamat is oltja egy picit. Rendben, srácok. Muszáj magamból beszélni, mert beleőrülök. Gyűjtögetnem kell. Össze kell gyűjtenem minden alapanyagot, hogy túléljek. Sivatag és sivatag mindenhol. Au. Ott van messze egy kunyhó, srácok, látjátok? Ott meg talán valami gyárépület. Rettegek, nem merek oda menni. Mi lesz, hogyha még több ilyen magából kifordult emberrel találkozom? Ott meg hegyek. Nem is tudom, mennyit rohanhattam az éjszaka. Van neki, van itt egy kicsi folyó. Vagy egy kis merer, ahol megállt a víz. És ott az én kis sátram. Ott talán átvészelem az éjszakát. Remélem, hogy túlélek. Muszáj túlélnem. Ki kell derítenem, hogy mi történt ebben a világban. Kicsit megpihenek itt a fa alatt.